Egy év kihagyás után újra megszervezte az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány a Kiskörösi Minden Jó tábort. Az alapítvány 1999-ben alakult, a tábort pedig 2013 óta rendezik meg. Ez azért nagyon fontos számunkra, mert a gyerekek kezeléseket körülbelül egy-másfél, akár két évig is kapnak. Ebben az időben semmilyen közösségekben nem járhatnak, nem találkozhatnak a barátaikkal, ma gyenge immunrendszerük miatt. Nekünk egy cél, tudatunk az, hogy a gyerekeket visszailleszük a saját életükbe, a saját környezetükbe, barátokra leljenek, és kicsit a kimaradt gyerekkori éveket így vissza tudjuk nekik adni. Úgyhogy igazából a tábornak ez volt az első alapvető ötlete, hogy kicsit vissza tudjanak ők is csatlakozni a valódi és rendes életbe. A tábort két csoportra osztották. Az első turnusban ezen a héten a 6-tól 13 évesek, augusztus 2-től 8-áig pedig a 14-től 19 éves gyerekek vesznek részt. 13-ban, amikor elkezdtük, akkor volt egy kislány, aki 5 évesen, hát így pont a 6 évesre fordult, tehát akkor, de még 5 éves volt, amikor itt volt a táborban, és ő most már a nagyokhoz készüljön az idei táborba, tehát ő minden évben, hát ugye a tavalyi év az sajnos kimaradt a Covid miatt, de hogy minden évben 13 óta ő itt van a táborban, és egyébként nagyon-nagyon sokszor van az, hogy visszatérő gyerekek érkeznek a táborba. Mi nagyon szeretnénk, hogy nyilván újak is jöjjenek, tehát próbálunk azért valami rendszerezést hozni, úgyhogy erre találtuk ki a tavaszi minitáborainkat, ahol azok a gyerekek jönnek, akik már nagyon sokszor voltak. Ilyen minitábor az azért, mert egy kis tehát pár napot tart csak, viszont ide azok a gyerekek jönnek, akik már többször visszatértek a táborainkba, és akkor már ebbe ezekben a nagy nyári táborokban ők már nem jönnek, hanem ebbe a minitáborba. Ezekben a táborokban az élmények mellett különleges kapcsolatokkal is gazdagodnak a gyerekek. Nem csak barátságok, szerelmek, sőt házasságok is. Még régebben, tehát máshol is volt régebben táborunk, ott lett egy házaspárunk, már most ők már 20 évesek, de nagyon jó barátságok, a lányok, fiúk összejárnak egymással nyáron. A kicsik például úgy beszélik meg a szüleikkel, hogy együtt menjenek el a másik családdal nyaralni, erre is volt már példa, és hát most vagy a közösségi médiának a nagy hatása, és ez nagyon jó, ebben nagyon jó a közösségi média, hogy tudják egymással folyamatosan tartani a kapcsolatot, és tényleg nagyon jó barátságok alakulnak ki. Minket is mindig bejelölnek, és mi is folyamatosan tartjuk egész évben egyébként, akár kicsikkel, akár nagyokkal a kapcsolatot. Mindig sokszor ránk írnak, meg mi is rájuk, hogy hogy vannak. Ábrahám Ágnes Lídia 2016 óta minden évben részt vesz a Minden Jó táborban, idén azonban először kísérőként van jelen. Ez a hét ez ilyen teljes testi és lelki felüdülést nyújt nekem, és hogy a barátaimmal lehetek, és tényleg minden nap olyan jó érzés, hogy itt vagyunk és együtt, programok is nagyon jók és minden. A 18 éves lánynak non-Hodgkin limfomája, azaz nyirokcsomó daganata volt pár évvel ezelőtt. Visszagondolva már nekem rossz emlékeim nincsenek, és úgy érzem, hogy erősebben jöttem ki ebből az egészből. A 12 éves táborozót, Halák Eszter Lucát 2,5 éves korában diagnosztizálták Yorkshire tumorral. 3 éves koromban még bent voltam a kórházban, igazából még a karácsony is ott volt, ott zajlott. Igazából amennyit ott töltöttem, az... Ez nagyon sok idő volt, és nagyon nehéz volt felépülni, mert nehéz is volt, szóval tényleg fájt. Amennyire emlékszem belőle, nagyon sokat segített édesanyukám, az orvosok is. Hát ugye kisebb voltam, szóval nem minden pillanatot úgy éltem meg, hogy úristen, most beteg vagyok, hanem hogy igenis felépülök, és hogy ott leszek a következő évben, és hát sikerült is. Halák Eszter Luce egyébként már évek óta tagja a tábornak. Igazából szerintem egy nagyon-nagyon jó élmény, kettő meg a kisebbek miatt szerintem sok bátorítás az, hogy eljöhetünk, meg hogy mutatunk példát a kisebbeknek, hogy nem kell félni azért, mert beteg voltál, nem vagy más ember. És szerintem ezek a táborok, ezek nagyon nagy élmények tudnak lenni, meg akik esetleg a kezelések miatt nem tehetik meg, esetleg hogy családdal elmenjenek nyaralni, azoknak ezek nagyon jó élményeknek tud lenni. Az egyhetes Minden Jó tábor célja, hogy a daganatos betegségből hosszú idő után felépülő gyerekeket visszailleszték saját környezetükbe, barátokra leljenek, egy kicsit pótolják a kimaradt gyermekkori éveket, valamint segítsenek nekik elfogadni magukat olyannak, amilyenek.
Vannak olyan szülők, akik nem mondják el a barátoknak, akár meg a családnak se, hogy beteg a gyermek. Valahogy így próbálják védeni. Egyébként azt tapasztaljuk nagyobb százalékban, hogy a gyerekek, az osztálytársaik, a tanárok segítenek a beteg gyereknek, és ott vannak, leveleket, e-maileket küldenek, tehát kapnak egy nagyon-nagyon erős támogatást. Hál' Istennek, hogy nincsen kirekesztés. Mi ezért nagyon-nagyon sokat dolgozunk, hogy például egy olyan kislány, akinek a kemoterápia miatt nem nőtt vissza a haja, és ugye egy lánynak, egy tizenéves lánynak azért ezzel megbirkózni hatalmas nagy dolog. Mi parókát is biztosítunk, amit vagy hordanak, vagy nem, de mi azt próbáljuk bennük erősíteni, hogy így is gyönyörű szép, mert ha valaki szereti őket, akkor akár hajjal, akár haj nélkül, akkor is szeretni fogja őket. Úgy is teljes értékű emberek. Mi erre nagyon-nagyon odafigyelünk, és nagyon sokat próbálunk nekik segíteni ebbe, hogy ezeken a tinédzserkori, ugye az ember, amikor azért tinédzser, akkor egy csomó problémával szembesül, még egészségesként, nem hát, hogy betegként, és ezeket mi mindig nagyon-nagyon segítünk nekik. A gyerekek a Minden Jó táborban rengeteg élménnyel gazdagodtak. Voltak többek között a János Vitéz látogatóközpontban, a Kerekerdő kalandparkban, a Császártöltési parkerdőben, de megnézték azt is, hogyan élnek az emberek Bogacpusztán. Megrenegeng Takács Katalin elmondta, hogy nagyon hálás Kiskörös lakóinak, hiszen a tábor létrejöttéhez nagyban hozzájárulnak. Mindenki úgy segít, ahogy tud. Vannak, akik étellel, itallal támogatják az eseményt, de vannak olyanok is, akik például kifizetik a gyerekek belépőjegyeit.